fogják gyártani a legmodernebb elektromos autókat. Erre a Szeged melletti 300 hektáros területre Magyarország történetének egyik legnagyobb beruházását tervezik. Kivétel az akkumulátor. A szegedi baloldali városvezetés és a kormány teljes egyetértésben győzte meg a kínai villanyautókat gyártó BYD-t, hogy ez a terület a legmegfelelőbb a gyáruk számára. Eközben egy másik szegedi építkezés ügyében egészen más a felállás, és a kormány az önkormányzattal szemben akarja áterőszakolni az akaratát, itt egy 6 hektáros erdő sorsa a tét. Sokan azt feltételezik, hogy ez nettó hatalmi arrogancia, azt gondolják, hogy ezt megtehetik. A szegedi baloldal régi gyökereinek megfelelő egyházállás érzelmeit úgy próbálja kiélni, hogy lehetetlené tesz egy fejlesztést. A felek egyszerre tudtak jól együttműködni, és mindent bevetve harcolni a másik ellen. De akkor nézzük meg részletesebben, hogy mi történt a két párhuzamosan zajló ügyben. Óriási öröm, hogy a világvezető elektromos autógyára Szegeden építi meg európai első gyárát. Szegedet évtizedek óta a baloldali pártok irányítják, Botka László korábban MSZP-s, jelenleg független polgármester vezetésével. A kormány ennek ellenére belement, hogy a rengeteg bevétellel kecsegtető BYD gyárat itt építsék meg. Egy nemzetgazdaság van, és ennek a nemzetgazdaságnak a sikerében mindannyian érdekeltek kell, hogy legyünk, függetlenül attól, hogy milyen politikai nézeteket vallunk, vagy milyen pártban politizálunk. A titkos tárgyalások a kínai gyárral tavaly egész évben zajlottak. A kormány pedig már korábban kiutalt 21 milliárdot az önkormányzatnak, hogy előkészítsék a területet. A magyar kormány továbbra is arra törekszik, hogy ezeket a nagy beruházásokat a területfejlesztés logikája mentén helyezze el az országban. A további beruházásokat a terveink szerint Magyarország déli részére szeretnénk irányítani, mert az új megosztottság a területfejlesztés szempontjából Magyarországnak többé nem a kelet-nyugat, hanem az észak és a dél. A fő szempont Szeged mellett mégis az volt, hogy a BYD-nak ez a terület tetszett a legjobban. Maga a terület is nagyon jó, a várost is szerették, a városnak a lehetőségeit, azt, hogy itt van egy egyetem. Csongrád megyében nem nagyon van munkanélküliség, de a Dél-Alföldön úgy összességében igen. Nyilván esetleg el lehet érni a Vajdaságot munkaerőpiaci szempontból. Sok hónappal ezelőtt eldőlt, hogy Magyarországon belül Szeged. Ezért az a kormányzati érdek, hogy ebben együttműködés legyen. Szükségesnek érezték az együttműködést. És egyébként korrekt együttműködés van a mai napig. Arra több példát is tudunk, hogy a kormány együtt tud működni ellenzéki önkormányzatokkal egy-egy beruházásnál, közben más ügyekben szétszivatják ugyanezeket az önkormányzatokat. Most is ez történt, bár az ritka, hogy a két ügy egyszerre bomoljon ki a szemünk előtt. A BYD-s tárgyalások finisével egy időben ugyanis a kormány mindent megtett azért, hogy engedélyezzék egy 6 hektáros szegedi erdő kivágását az önkormányzat akaratával szemben. Ez az az erdő, ez már Szeged belterületén van, és a felek két hónapon keresztül rendeletek és határozatok formájában harcoltak azon, hogy kivágják vagy ne vágják ki az erdőben a fákat. A történet 2018-ban kezdődik, amikor a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Szeged-Csanádi Egyházmegye tervezett iskolaépítését. Ezután több mint 5 éven keresztül semmi nem történt, majd 2023. októberében a kormány egy határozatban ezt a 6 hektáros állami erdőt odaadta a Szeged-Csanádi Egyházmegyének, és elrendelte a terület átminősítését erdőről beépíthető területre. Az is árulkodó a mai magyar valóságról, hogy a magyar közlönyben tudtuk meg azt, hogy a püspökség megkapta ingyen ezt az állami tulajdonú területet, és megkapta a fedezetet is arra, hogy ez az iskolát meg tudja építeni. Hozzánk senki nem szólt ebben az ügyben, ki nem kérte a véleményünket. A szegedi városvezetés nem akarta, hogy itt fákat vágjanak, ezért a november 17-i közgyűlésre beterjesztettek egy javaslatot, amivel változtatási tilalmat rendeltek volna el a területre, ami annyit jelent, hogy maradna erdő, és nem lehet átminősíteni beépítendő területre. Olyan intézkedéseket hoz a kormány, amivel teljesen szembe megy mondjuk egy alföldi nagyváros klímaváltozás általi érintettségével. Tehát ez egészen hihetetlennek tűnt számomra, és nyilván akkor megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Első lépés ez a bizonyos változtatási tilalom volt. És most jön a történet egyik legérdekesebb része, ami sokat elárul a kormányzati működésről. A november 17-i közgyűlést megelőző este, tehát 16-án a kormány kiadott egy rendeletet, amivel megtiltották az önkormányzatnak, hogy erre a területre változtatási tilalmat alkalmazzon. Tehát beelőzték az önkormányzat tiltását egy jogilag erősebb tiltással, és ezzel újból megnyílt a lehetősége annak, hogy a területen fákat vágjanak. Kezdeményeztünk egy korrekt egyeztetést a kormányhivatallal és a püspökséggel. Alpolgármester úr a megbeszélés után
arról tájékoztatott, hogy konstruktívan álltak hozzá a felek. Ehhez képest megdöbbenéssel értesültünk, hogy éjjel 11-kor ez a kormányrendelet megszületett. A szegedi fideszesek eközben a város fejlődésének akadályozásával vádolták a városvezetést. Önök minden beruházást, amit a kormányzat megvalósít, szigorúan támadnak. Az én fiam erdészt, már ilyen itt tartunk, tehát némi rálátása van az erdőgazdálkodásra, azért azt lehet mondani, hogy az erdő az egy klasszikus megújuló erőforrás, tehát még egyébként bármikor lehet újítani, egyébként kell is. És nem 6 hektár gondozatlan erdőt kell kivágni, hanem nyilván valamennyi fát ki kell vágni ahhoz, hogy felépülhessen egy iskola, viszont annál sokkal nagyobb területen tudna erdő települni, hogyha önök nem borítanák a tárgyaló partnereikre az asztalt. Ugye azt mondja a kormány, még benne is van a kormányrendeletben is, hogy gondoskodni kell a cseherdősítésről. Ez miért nem megfelelő önöknek, hogy azokat a fákat, amiket kivágnak, azt utána pótolják valahol máshol? Ugye ez nagyobb részt egy 68 éves, kisebb részt meg 40 éves erdő. Ilyen korú erdőt azt esetleg teremteni lehetne, de ültetni nem lehet. Az is számít, hogy a településtől nyugatra van ugye a Kiskunság, ahonnan hagyományosan hordja be a szél a port a városba. A erdő akkor véd minket, hogy ott van közvetlenül a település határán. Itt még egyáltalán nem ért véget a történet, és a szegedi közgyűlés ismét megpróbálta bevédeni az erdőt. A december 15-i ülésen a településképi rendeletbe foglalták a területet, hogy ne lehessen fát vágni. Szeged város közgyűlése tisztelettel felkér és felhívja a püspökséget és a kormányhivatalt, a kormányzati szerveket, hogy a tervezett iskolát ne 6 hektár erdő kivágásával valósítsák meg, hanem az adott terület, ki lesz vágva, biztos nem a fa tetejére építik az iskolát, hanem a területtől alig 100 méterre található üres 3 hektárnyi állami területen. A kormány viszont ezt is megfúrta, és december 23-án kiadtak egy rendeletet, amivel ismét megkerülték az önkormányzatot, és engedélyezték a fák kivágását. Mindezt úgy, hogy egy nappal korábban, december 22-én jelentették be közösen a városvezetéssel a BYD gyár érkezését. A 23-ai rendeletet ráadásul az ukrajnai háborúra hivatkozva hozták, tehát egy szegedi erdőnek a kivágását azért kell megkönnyíteni, mert Ukrajnában háború van, de erre valójában azért volt szükség, mert enélkül parlamenti szavazást kellett volna tartani, így viszont el lehetett intézni egy kormányrendelettel. Hogyan jön kapcsolatba a fakivágással a ukrajnai háborús helyzet? Azért azt nem tudom, hogy a választott eszköz a legkiválóbb volt-e vagy sem, de általánosságban viszont ügyről tudok néhány mondatot mondani, hogy nem egy összefüggő erdőről van szó, hanem egy gazdal teli területről, ahol valóban fák is vannak. Érdemes elmenni oda, én ezt megtettem, ahol a szegedi baloldal régi gyökereinek megfelelő egyházállás érzelmeit úgy próbálja kiélni, hogy lehetetlené tesz egy fejlesztést, amivel szemben ennek a többszörösítést valós fásítással és erdősítéssel az egyház megye vállalta. Ráadásul nem azonnali beruházásról van szó, hanem ez évek múlva valósulna meg, pénzügyi források se állnak rendelkezésre, de ez semmi más, mint akár a szegedi fiatalokkal is szívesen kiszúr a város önkormányzata azért, hogy ártson a katolikus egyháznak. Hogy a választott eszköz az a legmegfelelőbb volt-e vagy sem, az tűri a vitát. Hát valóban ez nem hatalommal való visszaélés lenne, hogy ilyen módon az ukrajnai háborúra való hivatkozással meg lehet kerülni. Hatalommal való visszaélést, azt biztos, hogy elsőként az önkormányzat követte el, de még egyszer mondom, nem ismétem ám. És miért nem keres kompromisszumot? Bocsánat, ez egy utolsó kérdés fog még beleférni. Többször tárgyaltak az önkormányzat. Az önkormányzat szűk körben az arcukba rög, és úgy gondolja, hogy politikai haszna van belőle. Tényleg nincs jobb szó, ezt önkénynek hívják, ugye, mert ugye a civilizáció kialakított bizonyos kereteket az egyeztetésre, meg vannak ilyen mindenféle önkormányzati karták, hogy a kormányzat nem hoz az önkormányzattal való konzultáció nélkül ilyen döntést. Már maga a nemzetgazdasági szempontból kijelent beruházásokról szóló törvény is megteremti annak a lehetőségét, hogy teljesen átlépjenek az önkormányzaton. Addig, amíg arról van szó, hogy mondjuk egy nagysebességű vasút, aminek nem tudom, 6 km az ívsugara, amint tud fordulni, és annak végig kéne menni az országon, és addig, mondjuk, hogyha beakad egy településen, akkor nem tudják kikerülni, addig értem. Abban a pillanatban, hogyha ez csak azt a célt szolgálja, hogy nekem kormánynak van pénzem, azt csinálok, amit akarok, akkor ez ugye igazából annak a évszázadok alatt kialakult civilizációs keretnek a megszüntetése, amiben azért a nyugati civilizáció bizonyos sikereket elért. Na de miért akar az egyházmegye mindenképp itt az erdő területén iskolát építeni? És a kérdésre itt van a fák mögött a válasz, az egyházmegye stadionja. Ez a Grosics Gyula Foci Akadémia. Van több edzőpálya, hotel és sportcsarnok is, mind állami támogatásból. És hogy miért van egy egyháznak foci akadémiája?
Hát mert a vezetője Kisrigó László püspök, igazi futballrajongó. Én nem püspökként lettem focista, hanem focistából lettem püspök. Emellett nyílt támogatója a Fidesznek. Van egy politikai erő, amely felvállalja a keresztény értékeket, és van olyan formáció politikai, amely pedig ezt üldözi. Tehát akkor nem kérdés, hogy egyértelmű meg, de nem a pártról van itt szó, hanem hogy ki az, aki az értékeinkkel azonosul és képvisel, ki az, aki nem. Az egyházmegye az elmúlt időszakban több 10 milliárdnyi vagyont kapott az államtól. Van wellness központjuk Lakitelken, övék a Zánkai ifjúsági tábor, és most a Szegedi Foci Akadémia mellé szeretnének 12 osztályos bentlakásos iskolát építeni az erdős területen. Az önkormányzat szerint viszont egy másik közeli telek is alkalmas lenne iskolaépítésre. Itt van a stadion. Itt tovább erre vannak a stadionnak az edzőpályái, itt szoktak a Grosics akadémiások edzeni. Ez az erdő, és igazából itt van ez az alternatív helyszín. Kerestük az egyházmegyét is, szerettünk volna interjút készíteni a püspökkel, de nem akart velünk beszélgetni. Írásban azonban válaszoltak néhány kérdésünkre. Azt írták, hogy megvizsgálták, de az iskola nem férne el a másik telken. A másik érvük a terület ellen, hogy ott az iskolát nem tudnák összekötni a foci akadémiát is fűtő, termálvizes rendszerrel. Ezzel, mint írják, az új struktúra üzemeltetése feleslegesen növelné a karbonlábnyomot. Emellett azt ígérik, hogy csak indokolt esetben és szükséges mértékben fognak fákat kivágni. Most jelenleg önök vesztes helyzetben vannak, és nagyon úgy néz ki, hogy az erdő helyén épülhet meg a... Hát mondjuk úgy, hogy eddig minden lépésünket tudta überelni a kormány. Aha. De még nem adtuk föl.